Köszöntöm nézőinket, mai műsorunkban a kultúrával foglalkozunk. Először is évadot értékelünk a Pannon Filharmonikusokkal, utána pedig a Bóbita Bábszínházról. Utóbbiról következzen most egy rövid összeállítás. Semminek nincs értelme! Ezt már régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá! Ezek a felvételek még tavaly készültek a Bóbita Bábszínházban az első Metamorfózis Fesztiválon. A társulat kedden értékelte a 2013-14-es évadot, mely Sramó Gábor igazgató szerint nagyon jól sikerült. Azzal kezdődött az évad, az első Metamorfózis Bábfesztivállal. Három külföldi, 8 magyar színház lépett fel, és hát a megjelent kritikák alapján azt kell mondanom, hogy szakmai és közönség szemmel is nagyon jól sikerült, hiszen volt egy erőteljes gyermekprogram ebben a fesztiválban, és hát a külföldiek hozták a különleges felnőtt előadásokat. A Bóbita Bábszínház az évad során közel 300 előadást bonyolított le, amelyből 199 a székhelyükön került bemutatásra. A nézőszám pedig elérte a 31 ezret. A bérletek száma maga 3228-ával 60%-kal több volt, mint egy évvel ezelőtt. Egy bérlet tájelőadásokból azért 25 millió forintot gyakorlatilag a bevételünk egy negyedét mi szereztünk, és akkor ehhez még jönnek a pályázati pénzek, a TAO pénz, tehát elég szép összegeket tudunk mi magunk is az állami, illetve az önkormányzati támogatás mellé begyűjteni. A Bóbita Bábszínház vezetése annak ellenére, hogy csak most zárták az évadot, már a jövőre koncentrál, ugyanis 2014-15-ben a rengeteg új előadás mellett külföldi fesztiválokra is szeretnének eljutni. A témában vendégem Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója. Üdvözlöm itt nálunk, igazgató úr! Jó napot kívánok! Hogyan is sikerült az előző évad? Mennyi előadás volt, mennyien voltak kíváncsiak rá? Igazán jónak lehet-e mondani az előző évet? Igen, szerintem jó évadot zártunk. A statisztikai adatokat nézzük akkor mindenképpen. Körülbelül közel 300 előadást játszottunk, ebből 200 volt a Bóbita Bábszínház székhelyén, 90-95 előadást pedig vidéken, illetve külföldön játszottunk, több mint 30 ezer nézőnk volt, ami még örvendetes, hogy jelentősen emelkedett a bérleteseink száma 1900-ról 3200-ra. Bevételi tervünket teljesítettük, és hát a visszajelzés a szervezők, közönség részéről nagyon pozitív volt. Ezt még az is erősíti, hogy több fesztiválra, külföldi vendégjátékra is meghívtak bennünket. Akkor továbbra is van igény ezek szerint a báb előadásokra. Én mindenképpen ezt látom, és hát ezt erősíti a Zsolnai negyed, illetve az új báb színház. Tehát az, hogy ilyen környezetbe jöhetnek a családok, a csoportok, ezt azért nagyon is érzékeljük. Tehát főleg akik először jönnek, hogy milyen szép a Bóbita épülete, mennyi minden van benne, hiszen bábmúzeumtól kávézóig mindenféle található, és hát mellettünk vannak játszóterek, lehet sétálni, játszani, tehát igazi családi programot lehet a Zsolnai negyedben eltölteni. Hogy oszlanak meg az előadások felnőtt és gyerek tekintetben? Hát mondhatjuk azt, hogy 98%-ban gyermek, és a maradék 2% a felnőtt. Tehát ezzel is próbálkozunk. Volt egy humoros előadásunk, a Tök Magtom Hori Horgastom. Ez most lekerül a műsorról a jövő évadban, viszont május 30-án mutattuk be az Ember tragédiáját, amelyet nagyon szeretnénk középiskolásoknak, illetve felnőtteknek játszani a jövő évadtól, és lesz egy ifjúsági bérletünk, mert tavasszal Hály János ír a Bábszínháznak egy ifjúsági darabot, amit Tóth Zoltán fog rendezni, tehát szeretnénk a nagyobbakat, a középiskolásokat, egyetemistákat is megszólítani. Ha már itt említette az Ember tragédiáját, hogyha az ember elmegy és megnézi báb előadásként, az mennyire helyettesíti, ugye ez diákoknál mindig fontos, hogy inkább megnézem filmen, nem olvasom, mennyire lehet helyettesíteni, tehát mennyire történethű nagyjából az előadás? Nagyon hű, tehát Madácsi szöveggel dolgoztunk, de ami a Bábszínházra egyébként is jellemző, hogy nem bír el sok szöveget, tehát itt is komoly dramaturgiai munkát kellett végezni.
a 150 oldalból megmaradt 70 oldal, így is azért jelentős, 90 perces az előadás. Minden szín szerepel az előadásban, különböző bábtechnikákkal, tehát ez az érdekesség, és azt gondolom, hogy ez például segít a befogadásban is, hiszen vizuálisan mindig egy új és új élményt kap a néző. Nagyon intim a tér, amiben játszunk, szerintem izgalmas. Az a célunk, hogyha nem helyettesíti a olvasott művet, de felkeltheti az érdeklődést, és azért egy nagyon jó képet kap valaki az eredeti műről, hogyha megnézi a mi előadásunkat. Most akkor az ifjúsági művekről egy kicsit a felnőtt művekre kanyarodjunk át. Hogy látja, igazgató úr, mennyire él az emberekben az, hogyha bábszínház, akkor az felnőtt előadás, vagy ha bábszínház, akkor az inkább gyerek, még mindig így vannak fel az emberek? Azt kell mondanom, hogy sajnos így van, tehát hogy a bábszínház szóhoz az kapcsolódik az emberek nagy részénél, hogy gyermekszínház, és hát ha körülnézünk a színházak repertoárján, akkor ez nagyjából igaz is, hiszen majd minden bábszínház gyerekeknek játszik elsősorban. Ugyanakkor minden bábszínház próbálkozik a felnőtt előadásokkal is. Azt hiszem, hogy az elmúlt 20 évben azért már történt előrelépés. És nem csak a felnőtt előadások irányában, hanem egyáltalán a bábos műfaj megítélése szempontjából is. Tehát egyre többen ismerik fel, hogy ez milyen izgalmas, milyen összművészeti ág, mennyi minden van benne, és a különböző színházi formációk is használnak bábszínházi eszközöket. Tehát én azt látom, hogy megindult a szakmában és a közönségben is egy rácsodálkozás, felismerés. Fesztiválokkal hogy fognak állni most a nyáron? Ugye tavaly volt bőven, most mire lehet számítani? Mi most nem rendezünk fesztivál, de fesztivál résztvevők leszünk, illetve azért a Szamárfülnek fesztiválnak otthont adunk. Most nem sokára megyünk Győrbe a Győrkőc Fesztiválra, oda rendszeresen meghívnak bennünket, előadást viszünk, illetve az új játszóterünket, a lovagi tornát. Következő fesztivál az Ördögkatlan lesz, minden hétvégén Sippal, dobbal, bábbal címmel, ilyen bábos szombati délutáni előadásokat játszunk a szabadtéri színpadunkon, és hát augusztusban az évadkezdéskor a Szamárfül Fesztivállal indítunk. Társulatban van-e változás? Milyen változások vannak? Van változás, Boglári Tamás távozott tőlünk, elköltözik Pécsről, és ezért történik ez a váltás. A szerepeit azért megtartja, tehát találkozni fogunk vele. Szeretnénk fiatalokat bevonni, hiszen már az elmúlt évben is jöttek új tagok. Én úgy gondolom, hogy egy egészséges mozgás van a bábszínházban. Régebbi tagok is vendégként felbukkannak, és jönnek fiatalok is. A következő évadban mik maradnak, amiket eddig lehetett látni, és mik lesznek újdonságok? Hosszú lenne, és nehéz felsorolni, hiszen 10-12 előadás repertoáron marad. Minden az idei évben, évadban bemutatott előadás megmarad jövőre is, tehát a Terüly-terüly asztalkám, a Fehér lófia, a Dzsungelmese, vagy Kis oroszlán keresi a sörényét, és a Csecsemő színházi előadások is természetesen, és hát 3-4 új bemutatóval készülünk, már dolgozik a műhely az új előadáson, október 4-én lesz az első bemutatónk Torzomborz a rabló címmel. Mire lehet számítani a jövőben, a következő évadban? A nagy teremben lesz még egy igazi karácsonyi mese bemutató, Hó királynő címmel november végén. Tervezünk egy szöveg nélküli előadás zenére, Vándor mese címmel, lesz egy új csecsemőszínházi előadásunk márciusban, és hát amit említettem, ifjúsági előadásként az Ablak című mostani fiatalokról szóló előadással zárjuk az évadot. Az emberek egyébként a bábszínházra mennyire fogékonyak, mennyire mennek el szívesen? Lehet azt mondani, hogy talán nő a tendencia, mert most azért már elég szép számmal járnak.
Az az érdekes, hogy amikor beülnek a gyermekszínházi a gyermekeknek szóló előadásokra felnőttek, nagyon sokszor kapjuk vissza azt az információt, hogy ők milyen jól érezték magukat. Tehát ilyen rácsodálkozás, hogy jé, hát én féltem, hogy most mit fogok itt csinálni 50 percig a gyerek mellett, és amikor kijönnek, hogy hát ez nagyon jó volt, ez engem is érdekelt, engem is szórakoztatott. Tehát én bízom benne, hogy egyre többször hangzik el ez a mondat, és talán így a felnőtteknek szóló előadásokra is be lehet csalogatni, de mindenképpen az nagyon fontos, és szerintem ez egy ismérve a jó előadásnak, hogy gyakorlatilag minden korosztály megtalálja benne a számára izgalmasat, érdekeset. Hiszen most a legismertebb a Vitéz László Kemény Henriktől, én azt látom, hogy a felnőttek ugyanolyan tátott szájjal nézik, mint a 5 évesek. Hogyha valaki el akar menni a Bóbitába, hol tudja megnézni a műsort, a programokat, hol tud érdeklődni az előadásokról? Hát a legbiztosabb a honlapunkon, www.bobita.hu, tehát ott folyamatosan frissítjük, és az a legbiztosabb információ, illetve hát kiadunk kis programfüzeteket, de a Zsolnai negyed programfüzetében is benne vagyunk, illetve több újságban hirdetünk, tehát szerintem meg lehet találni bennünket. Igazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Viszontlátásra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Műsorunk második felében a Pannon Filharmonikusok idei évadával foglalkozunk. Erről következzen most egy rövid összeállítás. A legek évadja volt a 2013-14-es a Pannon Filharmonikusok életében. A zenekar mind közönség, mind előadás számban rekordokat döntögetett. Csak Pécsett 58 ezer látogatója volt a Kodály Központnak és a Pannon Filharmonikusoknak. Egy van belőle, megismételhetetlen, és hogy ebben a városban ilyen mértékű a komoly zenével való involváltság, az mindenképpen büszkeségre okot. Több mint 100 hangversenyt játszott az együttes ebben az évben, nagyon-nagyon sokat utaztunk a pécsi szerepvállásáink mellett. Ezek a hangversenyek nagyon sokrétűek voltak a Dél-Dunántúli régió ifjúsági hangversenyei, egészen a Berlini Filharmonia nagy terméig bezárólag tartottak ezek az utazások. Horváth Zsolt elmondta, az évad során rengeteg kortárs művet játszottak, csak a magyar kortárs művek előadásai meghaladták az 50-et. Az igazgató elmondta, büszkék rá, hogy ki tudták a zenei életet szakítani abból az érzésből, mintha az ember múzeumban járna. Emellett, mint mondta, minden olyan zeneművet el tudtak játszani, ami szerintük fontos. Horváth Zsolt elmondta, minden előadásuk fontos, vannak azonban olyanok, amelyekre kifejezetten büszkék. Nem lehet nem megemlíteni 2014. január 5-ét, amikor a Berlin Filharmoniában, amely talán Európa legfontosabb hangversenyterme, a Pannon Filharmonikusok adott hangversenyt, ráadással álló közönség tapsal. Egészen biztos ez a hangverseny azok közé tartozott, amely bizonyítékul szolgáltak arra, hogy Pécs városának az együttese Európa bármely színpadán egy ünnepelt közösségé válhat. A Pannon Filharmonikusok jövő héttől nyári szünetet tartanak, így legközelebb szeptember 1-én a város napján lépnek majd fel ismét. A témában vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban, igazgató úr. Hogyan is alakult az idei évad? Még lesz egy utolsó fellépés pénteken, de egyébként milyen volt az idei év? Valóban még egy hangversenyünk van vissza. Szekszárdon adjuk ezt a hangversenyt, Vivaldi 4 évszakát fogjuk játszani, és ami a különlegessége, hogy Gergely László, az együttesünk egyik koncertmestere, a zenemű szólistája, sőt ebből az anyagból lemezfelvételt is készítettünk, ami épp a mai nap jön ki a nyomdából, a papír része, és pénteken ezt a közönség elé tárhatjuk. Egy fantasztikus éven van túl a Pannon Filharmonikusok.
Talán nem túlzás, sőt én azt gondolom a kollégáimmal együtt, hogy nem túlzás azt állítani, hogy az együttesnek a legfontosabb évada, legsikeresebb évadát zárhatjuk. Nagyon-nagyon régen kezdődött ez az év. Az évad 2013. augusztus végén kezdődött el, a próbaperiódus rendkívül intenzív volt, olyannyira, mint azt a pécsi zenebarátok, érdeklődők nyomon is követhették, hogy gyakorlatilag hétköznapokat, hétvégéket, ünnepnapokat, mindent összevontunk, még a karácsonyt is hangversenyezéssel töltöttük. No, szóval egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt ez a bő 10 hónap. Megjártuk Pécstől, indulva Magyarország összes nagyvárosán, sőt Európa legfontosabb hangversenytermeit is. Biztosan egy olyan évadot összegezhetünk, ahol a leglegeket megdöntöttük, akár az eljátszott zeneművek számát tekintve, akár a fellátogatott felkeresett városok számát tekintve, akár az együttest hallgatók számát összegezve, de talán nem is bocsátkoznék számokba, mert számunkra sem ez a fontos. Egy művészeti intézményként mégiscsak az a legfontosabb, hogy milyen módon, milyen hitelességgel, mennyire autentikusan sikerül megszólaltatni azoknak a zeneszerzőknek a műveit, amelyeket mi rendkívül módon tisztelünk, rendkívül módon hiszünk abban, hogy a zenebarátok számára, egyáltalán a művelt ember számára ezek nagyon-nagyon fontos értéket képviselnek, és hát azt összegezhetjük az évad végén, hogy ez az együttes már egy nagyon professzionális közösségé vált, egy nagyon, nagyon gyorsan tanuló és nagyon a lényeget megragadni tudó művészeti közösségé. Melyik volt az a fellépés, illetve melyek voltak azok a fellépések, amelyek a legjobban sikerültek, amelyekre a legbüszkébbek az idei évadban? Tényleg nehéz számba venni, hiszen hétről hétre minden koncertnek megvolt valami olyan unikális jellege, ami számunkra is örök élmény marad. Bízunk abban, hogy a közönség számára is. Kölcsönösen, ha úgy tetszik, és ez most nagyon, 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 nagyon egyszerű fogalmazás, vállon veregethetnénk egymást a közönséggel, de hogy tényleg kicsit emelkedettebben fogalmazzak, nyilatkozzak erről. Nagyszerű volt úgy elkezdeni Pécs városnapját, szeptember 1-ét, a hangverseny évadunkat, hogy a zenekar egyik művésze, Herpai Ágnes volt az együttes szólistája. És azt gondolom, hogy az a rengeteg vendég, aki Pécsváros meghívására érkezett a város napjára, és ült a hangversenyterembe belföldről és külföldről, egyáltalán nem érzékelte, hogy nem egy világhírű szólista van ott az együttes előtt, mert hogy Ágnes olyan kvalitást képvisel, hogy bármelyik együttes előtt nyugodtan szólistaként ott állna. Hogy egy következőt említsek, tényleg csak a példa kedvéért, hogy a bérlet sorozatunkat Krisztóf Pendereckinek a nagy élő, már a legendává vált lengyel zeneszerzőnek a hegedű versenyével indítottuk. Progresszív zene, kortárs zene, hogy a legkonzervatívabb bérlet sorozatunknak a nyitó koncertjén egy kortárs mű hangozzon el, és annak 900 ember felállva köszönje meg és tapsolja, és köszöntse a szerzőt is. Ezek nagyon-nagyon fontos értékek. Nagyon-nagyon sok egymásra épülés van ömögött, hogy ki lehetett szakítani Pécs zenei életét a standardekből, abból a késő romantikus 20. század első felét összegző 150-200 zeneműből, amelyek mindig repertoárszerűen elhangoznak. Ezek nagyon-nagyon nagy élmények természetesen. Még egyet hadd említsek, nagyszerűen fogadta a közönségünk és a szakma és a kritika egyúttal, hogy elindítottunk egy kortárs zeneszerzői programot, sőt, nem is nagyon tud más lenni, mint kortárs zeneszerzői program. Szóval egy rezidens zeneszerzőnk van Gyöngyösi Levente személyében. Novemberben volt egy olyan bemutatónk, amelyen az ő művel hangzott el, amelyet szimfonikus zenekarra és az Amadinta ütő együttesre írt. Óriási élmény volt. Egy olyan zeneművet sikerült beemelnünk a komoly zenei kánonba, amit azóta már belföldön és külföldön jó páran előadtak. És hát akkor indulna a külföld, amely fantasztikus volt. Pécs városa, a közönsége nagyon-nagyon támogatott bennünket abban a stratégiában, hogy szabad így fogalmazni, hiszen egy művészeti intézmény mögött is természetesen mindig nagyon komoly elgondolások, stratégiai célok állnak, hogy olyan módon jelenjünk meg külföldön, ami nem mennyiségi megjelenést jelent, hanem minőségi megjelenést. Pécs város közössége egy,
egy, ha szabad így fogalmazni, egy prémium termékkel bír a pannonfilharmonikusok esetében. Egy exkluzív művészeti intézménye van a városnak, és hogy milyen módon, milyen környezetben jelenik meg ez az együttes, nem csak Pécset, hanem a világ tájain, ez mindig komoly mérlegelés tárgya. Egyre népszerűbb az együttes világszinten, és Pécsen itt mennyire a Kodály Központ, hogy játszik ebben szerepet? Inspiráló a Kodály Központ. Negyedik éve élünk a Kodály Központban, nap mint nap átéljük azt a kis torokszorító, torokkaparó érzést, amikor belépünk. Talán patetikusnak is tűnik, a mindennapok igazolják, hogy tulajdonképpen nem erről van szó, hanem egészen arra a csodáról, hogy egy olyan akusztikai térben dolgozhatunk, amely lehetőséget ad arra, hogy a zenekar egyrészt fejlődjön, másrészt, hogy mindazt, ami a művészetünk lényege, amely akusztika, amely hang, az teljes mértékben kibontásra kerülhessen. Nagyon-nagyon fontos ez a hangversenyterem számunkra is, a közönség számára is, Pécs városának a megítélése szempontjából is, egy kiváló felület arra, hogy Pécs város kulturális brendet építsen. Rengeteget játszunk ebben a házban, kötelezettségeink is vannak, amely évi 42 produkcióról szól. Ezt egyfelől kötelezettség, és ez egy nagyon-nagyon magas szám, másfelől mi természetesen örömmel teljesítjük ezt. A koncertjeink jellemzően teltházzal mennek, de minden esetre átlagát tekintve és 80% fölötti látogatottsággal, telítettséggel adjuk a hangversenyeinket. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. És nem is arra helyezném a hangsúlyt, hogy mi magunk büszkélkedjünk ezzel, sokkal inkább arra mutatnék rá, hogy Pécs városában olyan magas lett a komoly zenével való involváltság aránya, mértéke, amely messze meghaladja nem csak hogy az országos átlagot, hanem valóban azokat a tendenciákat, amelyek sajnos megfoghatók Közép-Európában. Jellemzően csökken a komoly zenét hallgatók száma, míg Pécsnek sikerült az elmúlt 10 évben megfordítani ezt a trendet, és már azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy-egy komoly zenei bemutató, premier, az ünnepszáma megy. Nagyon-nagyon jó leső érzés ebben a házban dolgozni, a tekintetben is, hogy megszűnt mindenféle korlát, hogy kikkel dolgozunk együtt. Egész egyszerűen a Kodály Központ referencia. A világ legnagyobb sztárjai örömmel jönnek ide. Tulajdonképpen a gondolat végére csak azt az egyszerű tényt tudom hagyni, hogy a zenekar minőségét és a Kodály Központ akusztikáját tekintve bizony csak pénzkérdés, hogy kivel dolgozunk együtt. Az előbbi kettő, a zenekar, illetve maga az infrastruktúra, ez egy tökéletes alap arra, hogy bárkit vendégül lássunk. Nincs sok időnk, úgyhogy egy utolsó kérdést hagyd tegyek föl. Most ugye vége lesz ennek az évadnak, viszont hamarosan augusztus végén már ismét nekiállnak a munkának. Jövőben miben számíthat, mire számíthat a pécsi, illetve a nemzetközi magyarországi közönség? Nagyon színes programot állítottunk össze. Bogányi Tibor vezető karmesterrel a negyedik évadunkat, közös évadunkat kezdjük el. Azért tartom fontosnak megemlíteni, mert egy igazi műhely munkában nagyon-nagyon fontos az összecsiszolódás, és ez évek kérdése. Ezt az évet biztosan úgy zárjuk, amelynek az egyik legfontosabb eleme, hogy egy nyelvet beszélünk Tiborral. A következő év nagyon nagy mértékben épül az ő szakmai munkájára. Nagyon sok koncertünket kínálunk majd úgy, hogy egyúttal azok lemezfelvételek. Jó pár hanglemez kiadóval sikerült megállapodást kötnünk, és ezek nagyon intenzívé válnak a következő évadban. Mi hiszünk abban, hogy nem kell temetni a hangfelvételek világát, és ez a ház, ez körülményeit, akusztikát tekintve egy kiváló alap arra, hogy ezek a felvételek valóban el is készüljenek. Szóval világsztárokkal, hazai és nemzetközi világsztárokkal várjuk a közönségünket. Szeptember 1-én a Város Napján leszünk először hallhatóak, és egy nagyon-nagyon hosszú évadot kínálunk és mutatunk be, hiszen az évad vége az majd a 2015 nyarán megrendezendő Európa Kántáttal ér véget, amely énekes találkozón az akusztikus, szimfonikus zenés komoly szerepet kap. Igazgató úr, akkor jó pihenést kívánunk, a jövőben pedig jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, a nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! Köszönöm szépen!